Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportrét című műsorunkat látják. Mai vendégem egy igazi gyűjtő lesz, aki sportolt is, sportol is, és egy picit kollégaként is köszönhetem őt, Molnár Gábor alias Cimpa. A mai vendégem. Köszönöm a kedves nézőket. Szia, szia. Hát azt Hello. Hiszem, hogy lesz miről beszélnünk a következő percekben, úgyhogy ugorjunk is neki. Tisztázunk néhány dolgot, menjünk talán a legeléről. Mit sportoltál gyerekkorodban vagy hát gyerekkoromban sok mindent mondhatni, szinte mindent kipróbáltam. Kerékpár versenyző is voltam, nyertem Mecsek minikupát, atlétikában voltam, megyei bajnok 800 méteren, futballoztam is néhány évet, az már nem ment olyan jól, sajnos. Tehát kipróbáltam több sportot, de felnőttként a kickbox ökölvívás, ami úgy eredmények alapján is jobban feküdt nekem. Na, akkor az eredményekről légy, milyen kickbox eredményeket sikerült gyűjteni? Jó, tehát kickbox kontaktba értem el Európa kupán ezüstérmet, bronzérmet, voltam magyar bajnok, válogatottban is be tudtam mutatkozni, és ökölvívásba is azért indultam Budapest bajnokságon, vidékbajnokságon, ott is értem el kisebb, nagyobb eredményeket. Hát így nagyjából így a sportkarrieremről ennyit mondanék. Ami még mindig tart, de most már kicsit inkább a technikai sportok felé így húzol. Így van, örömmel jelentett, hogy autóversenyzel. Így van, néhány évvel ezelőtt kezdtem el rallisporttal, édesapám mellé ültem be navigálni. Nálunk az egész család ilyen automotorsport beállítottságú volt. Nagyapám részt vett a pécsi autósportnak az alapításába. Édesapám 1972 óta rally versenyzik, még a mai napig, 62. évében van. Tehát nála kezdtem el úgymond beülni a jobb egybe, navigálni. Idén már vezetek, mondhatjuk így, tehát pilótaként ülök az autóban. És hát ha szabad mondani, akkor a párom, az élettársam, ő a navigátorom. Na és esetleg a következő meccsek rallyn látható? Hát első osztályban nem versenyzek, még itt nem tartunk. Azért oda még kellene néhány kilométert vezetni, jó néhányat, illetve azért nem kevés pénzbe kerül ez az egész, tehát itt ez szponzor függő ez a történet. De mostani hétvégi versenyen a Baranya kupán, ami egyben első osztályú verseny is, de én csak a sprint, rally sprint mezőnybe fogok menni, most egy Opel Astrával fogok a hétvégén versenyezni. Sok sikert ehhez. Köszönöm. Ugye úgy is felkonferáltak, hogy picit kollega is vagy, hiszen mondhatom, hogy sportújságírással is foglalkozol egy weboldalt, ugye üzemeltetsz, ahol sporttémájú dolgokat írsz. Így van. Hát a weboldalt, hogyha lehet mondani, akkor a cimpa.hu, ugye a becenevemből fakad. Ezt üzemeltetem már 3 éve is kisebb-nagyobb sikerrel, kisebb-több idővel, amennyit rátok fordítani, hát írok labdarúgó eseményekről, játékosoknak a pályafutásáról. Tehát minden, ami a futball. Első másodosztályt beleértve nemzetközi szinten nem foglalkozom annyira a dolgokkal, inkább magyar. Természetesen gyűjteményeim is vannak, és abban már nemzetközi szinten is vannak relikviáim. Igen, ahogy hirdetted is magad, ugye a életed a foci, a labdarúgás, egy óriási táskával érkeztél, és ez csak egy kisebbik hányada annak, amilyen gyűjteményed van. Miket gyűjtesz, mikor kezdődött ez a szenvedély? Hát minden gyűjtök, ami labdarúgással kapcsolatos, tehát itt a pénzérmétől kezdve a bélyegeken át, az autogramkártyákig, fényképek, labdák, mezek, szinte mindent, ami futballal kapcsolatos. Hát a szenvedély az mondhatni, hogy 1986-os világbajnokságot kezdtem el úgy jobban figyelemmel kísérni, és rákövetkezendő évben, vagy 2 évvel utána, 88-ban talán, jött az, hogy egy barátomnak a úgymond segítségével, ő vezetett így bele ezekbe a dolgokba, elkezdtem így a labdarúgásról statisztikákat írni a játékosokról, ugye, hogy hányszor lépnek pályára az NB1-be évente. Tehát onnan indult ez az egész. Aztán ez később jött avval, hogy még gyerekként eljártam ilyen teremtornákra, mint néző, és ott tudtam ugye néhány játékostól szerezni aláírást, talán az elsők között volt a Rugovics Vendel, akkor a Veszprémbe játszott, de a Rába Etónak volt egyébként sokáig a játékosa.
És így szép lassan kialakult a 90-es években főleg. Ott már több aláírást tudtam összeszedni, és hát kinn éltem én 4 évig az Egyesült Államokban, és amikor kinn éltem, akkor érlelődött úgy meg bennem ez az egész, hogy kicsit ezt komolyabb szintre kellene fejleszteni. Ott megismerkedtem egy gyűjtővel, aki hasonlóan szenvedélye gyűjtött dolgokat, például amerikai futball, baseballal kapcsolatban mezeket, labdákat gyűjtött, nagyon sok kártyája volt. És így vele beszélgettem sok mindenről, és úgy megérlelődtek dolgok, hogy milyen módon kellene gyűjteni. És hazajöttem Magyarországra, visszailleszkedtem ide, mert 4 évet töltöttem az Egyesült Államokban, és úgy összeszedtem szép lassan a kapcsolataimat, nagyon sokat segített nekem a kezdeti időszakban, például a Berdó Balázs, a Kulcsár Árpi, nekik nagyon sokat köszönhetek, illetve magánszemélyként a futballhoz is van köze, a Jenőnek, Végi Jenő, Bóth Zsolt, őket mondhatni, hogy a barátaim is kezdetlegesen belesegítettek ebbe az egészbe. Ugye a futballisták a kapcsolataikkal, az úgymond magánszemélyek pedig azért sokat jöttek velem, segítettek szinte mindenben. Innen indult meg úgy, ha mondhatni, így nem mondanám, de hát valamit kell rá találni, hogy az ipari mennyiségű gyűjtés onnan indult igazából meg. Azért nem nevezném így, mert ugye hát ez magángyűjtemény, tehát nem ipari mennyiségbe gyűlnek a dolgok, de... De ez is szám szerint meg lehet határozni, hogy körülbelül hány mez, labda, ereke vagy... Hát azt mondanám, hogy a mez az közel 50, tehát ilyen 48-49 meznél tartok, amiből olyan 45, az abban játszott a játékos, dedikálva van. Tehát igazi kuriózum. Így van. Labdák száma olyan 15-re tehető. Na, ebbe van több fajta is, ebbe van ajándékboltos labda, amin mit tudom, másod dedikálások vannak rajta, amit ugye készen kap az ember. És ezeket rengeteg aláírás természetesen. Így van, a fotók száma, meg az autogram kártyák száma, az viszont több ezer darab. Tehát nem tudom mennyi, 2000 fölött. Nem számolom így, hogy tételesen, de össze tudnám számolni, körülbelül 2000-2500. Nyilván az elején te építetted ki a kapcsolatokat, és kerested az embereket, hogy kitől mit lehet szerezni, de mikor jutottál el arra a szintre, hogy már szinte kerestek téged, vagy ajánlott valaki téged valakinek, hogy esetleg tudják, hogy a címpa gyűjtő, és esetleg valaki beajánlott hozzád valakit, hogy ő tud egy mezt szerezni, egy labdát, vagy bármilyen erekét. Fordult elő ilyen? Fordult elő, igen, azt mondhatni, hogy az elején is fordult már elő, ugye a barátaim, akiket itt előbb említettem, meg hát még nagyon hosszú a lista, akik ebbe belesegítettek, tehát elnézést, akit itt kihagytam, sok-sok ember segített ebben, kihozott egy autogramkártyát, tehát mit tudom, Gerd Müller autogramkártyát kaptam az illetőtől, a másik ember hozott nekem egy mezt, tehát ez már az elején is benne volt ebbe a gyűjtésbe, de azt vettem észre, hogy a 3-4 év elteltével, tehát itt ugye 2004-2005 környékétől számolva, tehát mondjuk ilyen 4 évvel, 5 évvel ezelőtt, akkor már észrevettem, hogy segítenek ugye azért emberek ebben. Tehát beajánlanak ide, beajánlanak oda, hoznak is kisebb-nagyobb tárgyakat, amit természetesen örömmel fogadtam mindig is, tehát a mai napig. Hát amint a honlap is hirdet, ugye egy labdarúgás a mindenem, tehát ez 100%-osan igaz. Tehát van a családom, meg a hobbim. Na most a hobbim az első számú dolog a labdarúgás, utána az autóversenyzés. Összefér egyébként a kettő együtt, például a párod hogy bírja ezt a... Hát ezt a párom az úgy bírja, hogy amikor megismerkedtünk, ő igazából már így elfogadott engem, és ezáltal ő sosem szólt bele olyan dolgokba, hogy én mondjuk most pénzügyileg mennyit költök a labdarúgásra, hova megyek. Voltak azért itt, mondhatni, külföldi utak, volt itt budapesti utak, nem egy, szerintem tucatnyi. Tehát egy elég költséges hobbiról van szó. Így van, és azért van, amikor én el voltam Pesten is például 10 napot ez miatt, 9-10 napot csak futball. Tehát klubokhoz be voltam jelentkezve, magánszemélyekhez, válogatotthoz, meccseken voltam kint. Tehát nem egy egyszerű dolog, de ő ezt elfogadja, ő jól kezeli.
az egészet nem szól bele. Az autóversenyzést az elején azt úgy nem patronálta ennyire, tehát mondhatjuk, hogy már mondta, hogy nem lesz ez így túl sok, neked ugye munka, család, foci, és akkor még rá az autóversenyzés, de ez miatt se volt nekünk sose beszekedésünk, meg semmi, tehát most már ő is, hogy ott bennül a jobb egyben mellettem, neki is egyre jobban úgy tetszik. Ügyesen megoldottatok, mert akkor legalább ott együtt vagytok. Így van, akkor azokon a hétvégeken biztos, hogy együtt vagyunk. 24 órából 24-et. Mindjárt rátérünk ezekre az erekékre, meg természetesen a táskára is, amit hoztál magaddal. De egy van, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy látod jelenleg a magyar labdarúgás helyzetét, akár válogatott szinten, akár klub szinten itt Pécsen. Hát azt hozzá kell tenni, hogy én elfogult vagyok ugye egy kicsit, de hogyha félreteszek mindenféle elfogultságot, akkor én úgy látom, hogy a magyar labdarúgás jelenleg felemelkedés alatt van. Tehát mind klubszinten, és itt említhetnék több klubot is, de ugye maradjunk itt most akkor Pécsen. Tehát én úgy látom, hogy a Matyi Dezsőnek köszönhetően, illetve az ő általa beáramlott tőkének köszönhetően azért itt megmozdult valami már évekkel ezelőtt, ami hosszú távon majd eredményt fog mindenképpen hozni, hogyha ezen az úton marad a klub. Ha letér erről, akkor össze fog itt omlani minden, viszont ha ezen az úton marad, akkor én úgy látom, hogy néhány éven belül itt elérhető akár egy magyar kupa győzelem, vagy egy bajnoki dobogós helyezés, tehát ki tudunk talán lépni a nemzetközi porondra. A magyar labdarúgást úgy egybe véve, mondjuk inkább akkor a válogatottra térnék ki, szintén biztató, hiszen sokan ugye mondják, hogy nem jó, meg ilyen a válogatott, meg olyan a válogatott, de én azt mondom, hogy a magyar emberek azok egy rossz eredmény után már elégedetlenek tudnak lenni. Viszont egy jó eredmény után viszont nagyon boldogok is. Így van, tehát viszont azt mondom, hogy aki igazán szereti a futballt, nem kell, hogy kijárjon meccsekre, otthon nézi, tök mindegy. Azoknak az embereknek látnia kell, hogy itt emelkedik azért a válogatottnál is a színvonal. Szerintem egyre jobb játékosok lesznek a válogatott futballisták, hiszen azért a magyar bajnokság színvonala is emelkedik. A külföldi klubcsapatokban szinte az összes futballistánk játszik. Persze lehet mondani, hogy ez vagy az A, B, X, Y padozik, ilyen is van. De nagyrészt játszanak a légiósaink, jó játszanak, én hétről hétre követem figyelemmel őket, és na azt mondom, hogyha türelme lesz itt mindenkinek, mind itt Pécsen, akár Pesten, Fehérváron, és ezen az úton mennek tovább mind a klubcsapatok, mind a válogatott, akkor én bizakodó vagyok, és jó eredmények lesznek itt 5-10 éven belül, biztos vagyok benne. Legyen így cimpa. Most viszont lássuk, hogy mit hoztál magaddal, hiszen rengeteg mez meg labda minden van nálad. Lássuk az első, csak úgy találomra kérlek, hogy magad mellől húzz elő egy mezt, és mutassuk meg a kamerának, és fűzzél hozzá, létszi néhány gondolatot, hogy honnan van ez, ha jól látom. Hát ez a Babócsi Andrásnak, a jelenlegi pécsi kapusedzőnek az egykori meze, a fejből, ha jól tudom, ez ilyen 2003 körüli mez lehet, amiben a Babó nyert bajnokságot, illetve volt kupagyőztes Finnországban. Tehát ezért fordítsuk is meg, hiszen egy nagyon érdekes. És az érdekesség a meznek, hogy Will Rotter felirat van a mezem, hiszen az András, vagy Babónak az édesanyja Will Rotter, és így Will Rotter Babócsi András néven futballozott egy ideig, és kint hát Will Rotter volt a mezen, legalábbis hát én ezt tudom így a sztoriról mondani. Ez így próbáltam olyan mezeket összeválogatni, amik azért így a Pécshez valamilyen viszonylatba kötődnek. Tehát ugye a Babó most itt kapusedző, úgyhogy gondoltam, hogy elhozom ezt a mezt. És szerintem tudtunk új információval szolgálni már, ami a nevet illeti biztosan. Lássuk a következőt, akkor ki a következő? Következő, ez is egy érdekesség, hiszen ez egy játékvezetői mez. Ez pedig az Ábrahám Attilának volt egykor a meze, amikor még nemzetközi szinten vezetett. Ő ezt az egyik születésnapomra hozta nekem ajándékban, névre van dedikálva. Szintén közel áll a szívemhez ez a mez, és
így utólag is tévén keresztül köszönöm a Csibének. És a kedves nézők már jól ismerhetik Attilát, hiszen abban a székben ült már, amelyben ugye te, vele is beszélgettem néhány héttel, hónappal ezelőtt. Következő? Következő mez pedig a jelenlegi Kozár Mislenyi kapusnak, Sólyom Csabának az egykori Ferencvárosi meze. Bajnok. Ami azért így van, csapat. Ez a 2000-2001-es bajnok csapat tagjaként viselte ezt a mezt. Ez egyes számú azért is érdekes, ugye, mert a Csabi ott harmadik számú kapus volt, de ővé volt az egyes számú mez. Szintén dedikálva van. Igen. Lássuk, hogy mit hoztál még nekünk, címpa. Hoztam egy nagyon régi mezt. Ez egy, igen. Ez tudomásom szerint egy 1965-ös vasas mez, amikor bajnok volt a Vasas, és ebbe a Berendi Pál futballozott ebbe a mezben, 6-os számmal, most már ott lekopott egy kicsit a számnak a nyomata. Ebben a Berendi Pál futballozott, aki 5-ször volt bajnok a Vasas csapatával, mint játékos, egyszer, mint szakvezető, azt hiszem, hogy pályaedzőként. Tehát mind a 6 vasas bajnoki címben részt vett, futballozott az aranycsapatban, mint kiegészítő ember, volt az évjátékos a Magyarországon, hát és még nagyon sok mindent tudnék a Pali bácsiról mesélni, mert egy eredményekben gazdag pályafutása volt. Ezt a mezt 2009-ben kaptam tőle. A lakásán voltam, egy interjút készítettem vele, és hát ezt ajándékozta nekem. Olyan sztorid esetleg nincsen, hogy nehezen jutottál hozzá valamelyik erekéhez, vagy meszhez, vagy érdekes történet nem fűződik valamelyik labda, hát, vagy mez megszerzéséhez? Mindegyikhez fűződik érdekes történet, mert egyik mez az ilyen úton került hozzám, a másik olyan úton, hát itt tudnék érdekes történeteket mesélni. Ugye ennek a meznek is, ennek a Berendi meznek van egy érdekes története, hogyha mondhatnám. Ehhez például úgy jutottam hozzá, hogy a Tarcsa Bence, aki ugye futballozott itt Pécsen, a Ferencvárosban, több helyen gondolom a futball szerető nézők tudják, kiről van szó, len volt itt nálam látogatóba Pécsen, és hozta magával a Berendi Pált. Pontosabban a Pali bácsi unokáját. És megkérdezem, bemutatkozik minden, Berendi Pál. Mondja, hogy a Vasas utánpótlásban futballozott is. Kérdezem tőle, hogy nincs neked valami rokonod, aki szintén Berendi Pál volt, és a Vasasba futballozott? Mondja nekem, hogy dehogy nem, a nagyapám. Mondom neki, ne csináld már. Mindjárt elkezdtem mondani, a nagypapát 24-szer volt válogatott, 382 NB1-es mérkőzésen játszott csak a Vasas színeibe, 5-szörös bajnok volt, stb. Így a Pali tátva maradt a szája szó szerint. És olyan információkat is mondta, amiket még ő is tudtam. Így van, azt mondja, te ennyi mindent tudsz a nagypapámról. Hát mondom, nagyon szeretem a futballt, és mondom, azért tájékozódok, hogy mi merre, meddig. És akkor mondtam neki, hogy be tudnám mutatni a nagypapádnak. Azt mondja, persze. És rá egy olyan másfél-két hónapra mentem föl Pestre, és a Pali bácsihoz, ugye az unoka, a Palika fölvitt, és a nagypapi úgymond már várt minket, jött, beengedett, elkezdtünk sztorizni, mondtam neki, hogy csinálnék egy interjút is, tehát egy cikket készítenék erről, és nagyon örült neki, 3 órán keresztül mesélt a régi időkről, hogy a Vasassal hogy nyerték meg a hexagonátornát Dél-Amerikában, 130 000 néző előtt játszottak, stb. Tehát egy hosszú sztori volt, és hát ki volt ez a mez oda készítve már a fotelba, és kérdeztem tőle, hogy milyen mez, és hát mesélte, hogy ekkor és ekkor ebben ő futballozott, és hogy a Palikára levő tekintettel ezt nekem ajándékozná. És hát nagyon szépen megköszöntem, ugye akkor Pali bácsival csináltunk egy fotót is, mindegy csapat vagy játékos bemutatásnál, ugye magunk elé lógattuk a mezt, akkor dedikált, ezt mind lefotóztam, tehát ez is egy érdekes sztori, de ugye minden mezhez külön sztori fűződik. Tehát valahol azt mondhatom, hogy ebből a közel 50 mezemből egy 35-40 az tényleg valamilyen szinten a szívemhez közel áll, mert mindegyiknek van egy sztoria. Tehát mind előbb említettem az Ábrahám mezt is, az Attila felhívott, hogy akkor jönne, meghívtam a születésnapomra, felhívott, hogy most indul Paksról, ott volt egy meccsen, mint ellenőr,
játékos ellen, vagy játékvezető ellenőr, bocsánat, és megérkezett hozzám, hoztam ezt, nem is gondoltam volna, hogy ezt hozza. És annyira megörültem neki, és akkor ott névre dedikáltattam vele mindent. Tehát azért, hogy minden labdának, meznek van egy története, ami erősíti benne még jobban a futball szeretetet. És napjaink külföldi sztárjaitól is van esetleg aláírás, vagy ilyennek a foglalkozó? Vannak, igen, sok. Tehát csak a fiataloknak akarok egy kis nekem kevés. Mondjál már neveket, hogy kik azok, akik esetleg találkoztam. Találkoztam személyesen a Cristiano Ronaldóval például. Ez azért is volt nagy élmény, mert amikor ő a Manchesterbe igazolt a Sportingból, akkor én már figyeltem a pályafutását akkor, és azt mondtam, hogy ha ide be tud ebbe a manchesteri csapatba illeszkedni, akkor belőle egy sztárjátékos lesz. Ugye akkor is már mondták, hogy hát így a Ronaldo, úgy, de még nagyon nem ismerték. És nekem az volt a kedvenc játékosom, pedig nem voltam soha Manchester szurkoló, Real Madrid szurkoló vagyok egyébként külföldön, meg Inter. Úgyhogy örülök, hogy a Realba játszik. Tehát vele találkoztam, tőle van aláírásom, labdát dedikált nekem, fotót dedikált nekem, de itt mondhatnám akkor, ha már portugáloknál vagyunk, hogy a Dekóval is találkoztam, a Bossingával, de hogy legyen egy kis magyar vonatkozása is a dolgoknak, a Paulo Sousa például egy óriási élmény volt, amikor itt Pécsen összefutottam vele, és odaállt egy közös fotóra, dedikált nekem szintén labdát, fényképeket. De tehát sorolhatnám itt még az Ibrahimovic-tól kezdve, azért jó néhány sztárral találkoztam személyesen, és nagyon soktól van aláírásom, amit bizonyos emberek intéztek. Labdarúgók, például Juhász Roland hozott nekem autogramkártya sorozatot, amikor 100 éves volt az Anderlecht 2008-ban. A Dárdai Palitól kaptam 2003-4-es szezonból Hertha autogramkártya sort, ami egy nagyon értékesnek tartok én, hiszen van benne egy, abban az időben ott játszott a Freddy Bobic, azt hiszem a Nikó Kovács, ha jól nem, vagy a Robert Kovács, most így nem akarom mondani a hülyeséget. És abban a csapatban Marcellinho, ugye, tehát ezek a játékosok, akiktől van dedikált kártyám, ugyan nem találkoztam sose velük. Bodor Boldi hozott nekem Rodás sorozatot, akkor van még több ilyen sorozatom, meg darabkártyák is. Arra kérlek, hogy nézzünk egy másik mezt, és addig megkérdezni, hogy van-e olyan mez, aláírás, vagy bármi, amire jelen pillanatban most éppen hajtasz, amit nagyon szeretnél megszerezni, ami esetleg hiányzik még a gyűjteményedből? Hát nagyon sok van. Tehát itt most én mondhatnék például... Kifejezetten kedvenc játékos, vagy bárki a... Kifejezetten szinte minden gyűjtök, de azt mondanám, hogy magyar szinten, aki még él és nem találkoztam vele, és tervezem, az a Sándor Károly, ugye a Csikar becenevezett úr, aki az 50-es években futballozott, meg a 60-as évek közepéig. Akkor például a Gyent vagy Laci bácsi, ő pedig a Ferencvárosnak volt egy úgymond klasszis a 30-as évek végén, 40-es években. Jól tudom, akkor ő a legidősebb magyar válogatott, aki még él, 93 éves talán. Rudas Ferenc, szintén ferencvárosi labdarúgó volt. Tehát mondhatni, hogy magyar szinten inkább próbálnám az öregekkel felvenni a kapcsolatot, csak hát ez nagyon sok idő. Ráfordítás, minden anyagilag, mindenhogyan. Külföldi szinten természetesen minél nagyobb nevek legyenek, mert ugye, ha így szabad mondani, akkor annál többet ér a relikvia. Most legyen az egy fotó, egy mez, egy bármi. Tehát mondjuk például Messitől még nincs aláírásom. Nem találkoztam még sajnos vele. Meg sorolhatnám. Meg ugyanúgy a régi nagy sztárokkal, tehát egy Beckenbauer, egy Platini, akiket még, hát a Platinit még láttam játszani gyerekkoromban, Beckenbauert már nem, de hát felvételekről. Tehát nagyon nagy a skála. És itt most csak tényleg pár nevet említettem. Aztán amíg előveszed azt a mezt, addig arról mesélj nekem, hogy volt-e esetleg olyan, hogy valaki valamelyik ereklyért bejelentkezett volna, és egy komoly pénzt helyezett volna le az asztalra, hogy
valamelyik hát, régén tartani. Jelentkeztek itt nekem berekjékért, pontosabban mezér, egy ferencvárosi mezér, azért adtak volna pénzt, de nem adtam el. Akkor, ami ez most így kimondottan a fejemben van, ez a Fradi mez, ez is egy régi mez, akkor bejelentkeztek fotókért, hogy vennének, tehát ott kimondottan tudok mondani fix dolgot, Albert Flóriántól van nekem több fényképem is dedikálva, és mindegyik régi, tehát ilyen 60-70-es évekbeli fotók ezek, azért 20 000-et akartak adni. De hát gondolom, darabjáért nem egyiket sem. Így van. Tehát most én nem azt mondom, hogy soha nem fogok ettől a gyűjteményemtől megszabadulni, mert ez se lenne igaz. Tehát lehet, hogy majd egyszer öregkoromban, vagy mit tudom én, ezt pénzét teszem, de ez csak abban az esetben, hogyha nem lesz olyan ember a közelemben, tehát a közvetlen baráti körben, vagy a rokonságban egy olyan gyerek, aki hasonlóan szereti a futballt, tehát azt mondja, hogy ő hajlandó ezt megbecsülni, továbbvinni, tovább gyűjteni, illetve ugyanúgy írni a futball statisztikákat, stb., hiszen óriási adatbázissal rendelkezem. Természetesen ott is vannak hiányosságok. Jelenleg nem titok, dolgozom az 1930-31-es szezonnak a tavaszi része miatt, tehát a 31 tavasz miatt járok könyvtárba és írom a statisztikákat, nem kevés időt ráfordítva, tehát ez a része is egy érték nekem. Másnak már valószínű nem annyira, csak olyan embereknek, aki ebben foglalkozik. Na lássuk, mi van a kezedben. Közben szintén hoztam egy olyan mezt, ami valamilyen szinten, szintén pécsi vonatkozás, úgy ez a Tököli Attilának volt a Dunaferes meze, ha jól tudom, akkor ebben az Attila gólkirály is volt ebben a mezben. Mutatnám az elejét. Annyi, hogy itt is található egy dedikálás, ezt a jelenlegi szövetségi kapitány, az Egervári úr dedikálta erre a mezre rá, tehát ez ott is maradt, ugye? De én ezt dedikáltattam az Attilával, ezt a mezt. Tehát ezt úgy kaptam, hogy az Egervári dedikálás rajta volt, és így kaptam az egyik kis barátomtól a mezt, hozta nekem ajándékba. Ezt még ő kapta, mint valamilyen utánpótlás tornának a legjobb játékosa, vagy a gólkirálya a Tökölitől személyesen. Tehát ennek is van egy története. Tehát mindennek van egy története. Igen, mindennek. Még annyit árulj el nekem, légy szíves, hogy tervezel-e kiállítást, vagy bármilyen nagyobb szabású dolgot, hiszen mondtad, hogy majdnem ipari mennyiségben találhatók meg nálad a mezek, meg a labdák, meg mindenek. Tehát tervezel valami ilyesmi? Mert szerintem érdemes hát lennél sokan. Érdemes lenne, én kimondottan nem tervezek, tehát ez már úgy nem a képességeimet haladja meg, hanem úgy az időmet, meg mindent, hogy most ezzel is még foglalkozni. De ha valaki ezt mondaná, hogy te csak szállítsd a tucat, és mindenki akkor azonnal belemennék, szerintem. Tehát ugye attól lenne csak a dolog függ, hogy mennyire komoly lenne az egész, illetve hol szeretnék ezt megcsinálni, esetleg még össze lehetne szedni esetleg más gyűjtőket is az országból, és úgy összesíteni mindent, mert azért láttam én már egy-két szép gyűjteményt, itt volt Kozár Michelinben is egyszer kiállítva, már nem emlékszem az úriembernek a nevére, de autogramkártyákat gyűjtött, és valami 6 000 vagy 8 000 darab volt neki, és itt ki volt több ezer darab állítva a Kozár Michelini talán művelődési házba, ha jól emlékszem, évekkel ezelőtt. Hasonlóra gondoltam én is, csak itt Pécsen. Én nagyon szívesen, csak én nekem erre időm, energiám sajnos nincsen, de hogyha valaki azt mondaná, hogy ebbe belefektet időt, pénzt, vagy több ember odajön és azt mondja, hogy csináljuk együtt, akkor én nagyon szívesen bármibe segítek, és kiállítanám ezeket a darabokat természetesen. Tehát na, ezt... ez egy felhívás is lehet egy keringőre akár. Így van. Köszönöm szépen, Cimbo, hogy itt voltál, és akkor további jó gyűjtőketést kívánok neked, még egyszer köszönöm, hogy itt jártál. Köszönöm és meséltem. Kedves nézőknek is köszönjük, ennyi volt már a Sportré. Ezzel a műsorra legközelebb egy hét múlva várom önöket, addig is minden jót, viszontlátásra.